Sziasztok! Én egy ThinkCenter X1 vagyok. Illetve mögötte én. Ez egy eléggé nagy doboz, de nem sokára megszabadítjuk a tartalmától, és megnézzük, hogy mit rejt, és mi is ez a ThinkCenter X1. Azért a center az szerintem nagyjából sok mindent elárul. Ez egy központ, ugye? Valami recsent. Oké. Yes. Oké. Talp. Talp a monitornak szokott lenni, de várjuk ki a végét. Jaj! Szárbusz! Ő itt, akár egy monitor is lehetne, de majd mindjárt mondjuk a tutit. Csak először mindent kiszedünk, aztán meggyilkoljuk a dobozt. Még van egy kábelünk, egy eléggé méretes tápunk. Táp. És van egy egerünk. Van még egy adag ilyen kis műanyagunk. Van még egy kábelünk is, amit akár használhatunk is. Aztán tulajdonképpen akár lehet egy billentyűzetünk is. De először állítsuk össze ezt a kis drágát. Viszonylag egyszerű egyébként. Hál' Istennek ugye ilyen kis profilra vágott alja van a dolognak, mert mindig ez a bajom a monitor összerakásokkal, hogy ahhoz, hát hogy is mondjam, ilyen IKEA képzettségkel, de ezt olyan nagyon-nagyon nem lehet eltolni, tehát hogy mutassam szépen, hogy közben én is tudjam csinálni, sehogy, ezt most megcsinálom én. Így összetekerem ügyesen, okosan. Ja. Oké. Szóval idáig akkor megvagyunk, és igen, van neki egy hátlapja, és akkor valahova elvégül majd be kell dugni neki ezt a tápot. Szerbusz táp. Táp nem kicsi, de ez valószínűleg azért van, mert azért ez mégsem egy notebook, tehát azért ebben egy kicsit erősebb dolgok ketyegnek, mint egy notebookban. Szóval, táp. Remélem, hogy megtalálom azt a slotot, amiben ezt dugni kell. Igen. Sárga a hátulja, és sárga a belseje. Köszönöm szépen az összes félhülye tesztelő nevében, hogy ezt sikerült így megoldani. Szépen be is kapcsoljuk, és miközben bekapcsol, a közben, hopp, nem árt mondjuk egy... Jó, az egér az itt figyel, az egeret is bekapcsoljuk, igen, be van kapcsolva. És most ide hoppanálunk egy billentyűzetet, mert a saját billentyűzetet valami nem találtam meg. De szerencsére tele vagyunk USB csatlakozóval, tehát ezt gyorsan beficcentjük a hátuljába. Ejni. Na kérem szépen, szóval nézzük, mit tudunk. Egyrészt, most tartom így, próbálom úgy, hogy teljesen pengének látszon a dolog. 1 centi széles, tehát ez igazából nulla nudli. Már csak azért is nudli, mert hogy ebben ugye benne figyel egy teljes gép. Persze azért egy kicsit csalunk, mert a gép az valószínűleg, hát a nagy része az ebben az alsó kicsit már kitüremkedő részben figyel, de még akkor is ergonomikusak vagyunk, mint a fene. Ez azért jó többek között, mert azért mondjuk ilyen gépet például azok szoktak használni, akiknek mondjuk ez látszik. Tehát mondjuk, hogy egy ügyfélszolgálat, egy pénztár, egy nem is tudom, egy repülőtéren a kassa, vagy bármi ilyesmi, mert oda azért nem rakunk be egy böszme asztali gépet, de azért egy notebook is furcsán néz ki. Ellenben ez, azért nézzük meg így hátulról, tehát ti vagytok az ügyfelek, ezt látjátok konkrétan, csak mondjuk egy nálam jóval dekoratívabb és nőiesebb eladó hölgyet, és akkor ez mégiscsak egy jó látvány, így együtt ez a kettő. Komolyan, ezzel együtt még én is jól nézek ki. Na, szóval, mit tudunk erről a csodáról? Egyrészt ugye azt tudjuk, hogy Core i3, Core i5, Core i5 V Pro és Core i7 V Pro processzorokkal lehet rendelni, és 4-től 8 giga DDR4 RAM figyelhet benne. Na most ez azért így önmagában már azt jelenti, hogy egy erős irodai géptől azért egy elég komoly, akár ilyen multimédiás géppé is lehet fejleszteni, és ez jó. Egyébként ugye egy alumínium házat kapott, tehát azért ráadásul nem ilyen melegedős, új lenyomatgyűjtős, buta műanyag az egész, és ami nagyon fontos, hogy -5 foktól
egészen 45 fokig dönthető. Ez ugye azért marha jó, mert hát ugye attól függ, hogy mondjuk az, aki ezt használja, az hogy áll, például, hogyha tényleg egy ilyen álló pultnál van az egész, akkor így döntjük, hogyha egy picit ez följebb van, mondjuk most nem fogom föltartani, mert nagyon úgy néznek ki, mint egy ilyen nagyon elrontott szabadságszobor, de akár tényleg még föntről is egy kicsit visszadönthető, de akár teljesen, tehát elmondom, szoktam koncertezni. Na most koncerten néha az ember elfelejti a szöveget, ezt senkinek ne áruljátok el. Itt a súgógép. Mondjuk nekem egy kicsit drága súgógép, de mindegy. Szóval zseniális. Egy csomó pozíciója van, és hát egyébként meg az látszik, hogy azért amin áll ez az egész, az ez a darab alumínium, ami annak ellenére, hogy ilyen kis semminek tűnik, azért rángatom, azt nincs baja. Egyébként ez itt egy kábelrendező az alján, csak hogy még a kábelt is el tudjuk vezetni rendesen. Ja, és hát a talp meg azért így elég rendes, nehéz. Tehát mondjuk most lehet, hogy itt az látszik, hogy ez itt egy ilyen kis vékony valamin áll, de azért ez a talp is elég rendesen megfogja, hiába döntögetem, ez nem akar eldőlni. És látám, hogy az jó. Na szóval, egyébként nézzük meg mondjuk a kijelzőt, csak eltüntettem róla ezt a fölugró Steam ablakot. Tehát ő itt a kijelző, Full HD, IPS és anti-glare, ami azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy üvegborítású, annak ellenére azért olyan nagyon-nagyon-nagyon nem csillog szana szét. Persze itt most egy tonna lámpa van, tehát mondjuk ami ezen nem csillog meg. Egyébként pedig ebben a kis hátsó részben még lehet, ugye természetesen, hogy lehet, hát kell is, valamilyen háttértár, ez 500 gigától 1 teráig terjedő SATA 3 lehet. Ezen egyébként Windows 10 Home X64 fut. Ami nagyon fontos még, hogy azt mondja a Lenovo, hogy ez a gépezet, ez akár 10 évig is kibírja egy irodában. Ez miért fontos? Mert azért ugye, tehát látjuk azt, hogyha egy gépet vesz valaki, az mondjuk olyan 2-3 évig csereszabatos, aztán egy idő után ugye sokat nyitogatjuk, sokat bigyózgatjuk, elromlik, matt lesz a kijelző, eldöntjük minden, és őt azt mondják, hogy ő 10 évig bírja, ez azért marha jó, mert azért mondjuk hát tényleg egy pultnál, hogyha valaki egy pultnál dolgozik, egy multimédiás géppel, akkor azért ott nem feltétlenül kell az, hogy ez a gép ez mondjuk minden évben izmosabb legyen és többet tudjon, viszont bírja ki sokáig. És ez már is nagyszerűen helytáll akkor itt 10 évig. Amit még itt látunk a tetején egyébként, az egy webkamera. A webkamera az természetesen ugye akkor jó szintén, hogy a munkahelyi gépről beszélünk, én meg itt vagyok, kibontott hajjal, bocs főnök, elnézést, én nem akartam, hát tessék kirúgni engem, ilyen szép gépet hoztam, és akkor remélem, hogy még beleférek a korporétbe. Áll egy ifjú nyírfa a korporéten. Köszönöm szépen, most már sokkal jobb, ugye, remélem, kösz főnök. Szóval, a fizetésemelésre majd, hogyha lehetne. Szóval, a webkamera az csak egy dolog, ez egyébként egy 1080p-s, tehát egy Full HD minőségű képet tud közvetíteni, ami ugye azért jó, mert a munkahelyen ugye egy csomószor lehet szükség videokonferenciázásra, de ráadásul van egy olyan mikrofon is benne, ami zajszűrős, tehát hogyha online meetinget szeretnénk csinálni, de egy hatalmas nagy irodánk van, ahol mindenki beszél, már pedig egy hatalmas irodában mindenki beszél, akkor sem azt fogja hallani a messze levő emberke, hogy milyen csodás vicceket mondanak kettővel mögöttünk, hanem minket. Na most egyébként azt mondják, hogy halk, és most akkor egy picit... Halljátok? Nem halljátok. Na halljátok. Szóval az van, hogy úgy oldották meg a hűtést, egyébként látszik hátul így a sok-sok-sok lamella, tehát azért jár benne a levegő elég rendesen, és nem is nagyon melegszik. Nem. Ezt most higgyétek el nekem, mert ugye egyelőre ilyen nem látszik a YouTube videón, hogy tehát egy ilyen hőérzékelő kamera nincs. Következő unboxingra hozunk ilyet, de az a lényeg, hogy nem melegszik, és közben nincs hangja, és ez tök jó megint csak egy irodában, mert gondoljatok bele, egy irodában dolgozik, nem tudom, 50-60 x ember, és mindenkinek fordít a gépe, meg hűlünk tőle, ez nem. Na és egyébként pedig van rajta egy Kensington lock hely is, ez azért marha jó, mert ugye, hogyha van egy ilyen gép, mondjuk valahol egy pultnál, és mutatnám, hogy valaki jön, ügyfél, és azt mondja, hogy nem, olyat nem fog csinálni. Na, szóval
ezt tudja ez a ThinkCenter X1 All-in-One. Mindenképpen, tehát ugye azért nem a 100-200 ezer forintos kategória, viszont amit azért kap az ember, az tényleg egy porálló, nagyon sokáig bíró, iszonyatosan, hát egyrészt jól kinéző, másrészt pedig ilyen kis robusztus megjelenésű drágasság, ami ráadásul tényleg olyan szinten felszerelhető, hogy akár egy igazi erős multimédiás gép is lehet belőle. Ráadásul egér, aztán nem ez a billentyűzet, hanem egy vezeték nélküli billentyűzet, és előre telepített Lenovo appok, tehát van ezen minden mint a búcsúban, és a munkahelyen végre nem egy iszonyatos összeszerelt géppel fogunk égni. Lenovo ThinkCenter X1 All-in-One, és aki pedig hasonló videókat szeretne nézni, az mondjuk így a YouTube videó alatt ráböghet a feliratkozás gombra, én is örülök neki, és a Lenovo is. Egyébként pedig a Lenovo-nak van egy Facebook oldala is, ahol szintén várjuk a feliratkozókat.